És átadom a szót Andrásnak, aki már itt is ül következő vendégével. Szerbusz, miről lesz szó? Hát nyilván nem arról a helyzetről, amikor valaki halálra eszi magát, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy életveszélyes állapotba jut egy vacsora után, hanem arról, hogy a nagy elsősegély tesztnek meg született a legfrissebb eredménye, amely immár a harmadik ebben a sorban, ugye? Azt írják, hogy lassú javulás mutatkozik az általános tájékozottság tekintetében, hogy az emberek mennyit tudnak arról, hogyha egy rendkívüli helyzettel találkoznak egy olyan emberrel, aki veszélyben van, mit kell tenni? Így van, 2013-ban csinálta meg az Országos Mentőszolgálat Alapítvány először ezt a nagy elsősegélytesztet. 1000 főt kérdeztünk meg a leggyakoribb akut vészhelyzetekről. Megkérdeztük, hogy mit kell csinálni például, hogyha valakinek hőgutája van, mit kell csinálni akkor, hogyha egy üvegszilánk kerül a szembe, hogy mi a magas vérnyomásnak a határértéke, hogy kell tudni újraéleszteni. A nagy elsősegélytesztnek az indexét azt egy 10-es skálán határoztuk meg, 2013-ban 6,8 volt ez a pont, most 7,1-nél állunk. A domináns változás inkább abban a részben láttuk, hogy 47% tudta először, hogy mit kell csinálni egy összeesett embernél, hogyha újraéleszteni szeretnénk, most 52%-nál tartunk. Bevallom őszintén, nekem ez a kedvenc témám, hiszen gyakorlatilag ez egy olyan akut teendőt igényel a laikusoktól, ahol ha ők nem lépnek közbe, akkor az illető valóban meghal. Hogy mikor találkozik ezzel az ember, hogy mit kell csinálni egy ilyen helyzetben, az leginkább az, amikor felkészül egy vezetői vizsga letételére, ugye? Így van, tehát először ez akkor találkozik a jogosítványnál. De vajon elég-e ez? Szerintem nem elég. Tehát én azt gondolom, hogy körülbelül 10 éves kortól szükség lenne arra az oktatására, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha valaki összeesik előttünk, és mik azok a metódusok, amit végig kell csinálni ahhoz, hogy az illetőt életbe tudjuk tartani. Ha azt látjuk, hogy minden második ember immár tudja, az azt jelenti, hogy akkor az emberek mégis találkoznak valahogy ezzel a problémával. Így van, valahogy találkoznak. Inkább azt látom, hogy nem mernek hozzányúlni a betegekhez, illetve talán az a közöny, és pontosan ennek a közönynek az áttörésére hoztuk létre. Csináltuk meg a Vinnie Jones filmje alapján a 2011-es angol szívalapítvány filmje alapján a magyar adaptációját, valami Amerika 2 szereplőjével és Herendi Gábor rendezésében. Ezt látják is a nézők. Így van, ezt a filmet, amilyen pontosan a filmnek a gegjein keresztül szerettük volna elérni az embereket, hogy tudják, hogy abban az adott helyzetben mi az a hirtelen teendő, amit meg kell csinálni. Hogyha valaki nem akarja a lélegeztetést, és csak azért nem kezdeni el az újraélesztést, mert nem akar, vagy nem mer lélegeztetni, akkor nyomja a mellkasát, ahogy Csúlya Imre is nyomja profin. Uh-huh. Ez az egyetlen egy teendő. Azt nem igazán értettem pont az újraélesztésnél, hogy a befúvásos orba és a szájüregbe való befúvás és a szívmasszázs aránya az hogy van, mert a kiértékelésen ez a mondat nekem nem volt teljesen tiszta. Ugye, hogyha valaki tud lélegeztetni, igen, akkor az arány az úgy néz ki, hogy 30 mellkas kompressziót 30-szor nyomom és 2-szer fújok be. De hogyha nem tudok, vagy nem akarom, akkor tessék le oda térdelni a beteg mellé, és nyomni a mellkasát folyamatosan. Mennyire tehát nyomni? 5-6 cm mélyen, és 1 perc alatt 100-as frekvenciával. Tehát ez a 100-as ritmus, ez a 100-as BPM, pontosan ez a zene, ami a film alatt fut. Tehát a BPM az... Ez a 100-as ritmussal, igen, kell nyomnunk. Uh-huh. 1 perc alatt. Ez egyébként ez egy nagyon kemény fizikai munka. Uh-huh. Azt mondta, hogy a nagy sikere van a kampányfilmnek, hogy 2 millióan látták. Több mint 2 millióan, így van. Hogy mérték be azt, hogy kiknek szól és milyen stílusban kell ezt a filmet, és jutott teszük be az angol példa? Én láttam ezt a filmet, és én azt gondoltam, hogy ezt valahogy a magyar fiatalokat meg kéne szólítani, mert én azt gondolom, hogy azok a felnövő generáció, akire számíthatunk olyan szempontból, hogy talán nem lesz közömbös, és nem lesz közönös, és odafordul, hogyha valaki összeesik, és mernek még valamit csinálni, és vannak olyan fizika állapotban, hogy megmerik csinálni, és én azért gondoltuk az alapítvány csapatával együtt, hogy ezt valamilyen magyar adaptációval meg kéne, és ez jutott eszünkbe, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon alkalmas szereplőgárda arra, hogy átadja ezt az információt. Az újraélesztés mellett volt-e olyan eleme a tesztnek, amelyből az látszik, hogy még itt volna teendő?
Igen, van. Az egyik legalapvetőbb, ami igazából nagyon jól kontrollálható, az a magas vérnyomás határértékenek a nem ismerete. Tehát 150 per 100-as vérnyomást beírják egy normál értéknek, holott a 140 per 90 is az alsó, tehát a normál értéknek a felső határa, most már valószínűleg ez is lejjebb kerül. Pár ezer forintért lehet vérnyomásmérőt kapni. Ha otthon megmérem a vérnyomásomat, és többször 140 per 90 fölött, tessék elmenni az orvoshoz, és tessék ellene valamit tenni. Uh-huh. Vannak pozitív elemei is ennek a tesznek, például ugye a közhiedelem már magáévá tette, hogy mi a teendő, hogyha nagyon lázas a gyerek, és mit kell csinálni. Ugye? Így van, ez egy 98%-os találati indexel rendelkező kérdés, amikor tudjuk azt, hogy gyermekeknek való lázcsillapítót kell adni, hűtőfürdőbe kell vinni a picit, illetve borogatást kell a végtagokra tenni, de tudják például azt, hogy mit kell csinálni egy vérzés esetén, hogy nem elszorítom a végtagot, hanem nyomókötés, szív fölé emelem a végtagot. Azt is tudják, hogy ha üvegszilánk kerül a szemben, mind a kettőt le kell fedni, és el kell menni orvoshoz. Tehát úgy látom, hogy van javulás, csak a legmagasabb időfaktoron az újraélesztésnél kell még én nagyon. Ami a kampányfilm melletti módszereket illeti, mit lehet még tenni ezen a téren? Hát igazából nekem az iskola, ami nagyon-nagyon fontos az oktatásnál, illetve szeretnénk majd tavasszal egy nagyobb, egy ilyen performance-szerű dolgot művelni pontosan ebben a témában, de erről nem szeretnénk most többet mondani. Ez most titok, ugye? Titok, aha. És meg fogjuk tudni időben? Igen, igen, így itt van. Itt is akár? Itt is akár. Hát akkor szeretettel várom majd önt is, vagy várjuk önt is. Hát most elmegyünk reklámra, és utána jön Antónia egy másik érdekes témával. Azt hiszem, hogy és majd utána én meg a telefonokkal.